mondjuk vicces sztori, hogy a Máté pénzért másolgatta át nekem a kazettákat, és várjál, és annyira kis geci volt, hogy az volt a szokása, hogy lemezekről a jobb dalokat nem vette át, hanem átvett valami szart helyette inkább. De attól félek, hogy sokan utána se néznek ennek a kultúrának igaziból, de lengetik az ászlókat, hogy real, nem real, underground. Talán Tatabányán volt egy Chaos Partina az első lemezbemutatónk, ahol annyira bebasztunk, hogy az összes CD-t elhagytuk. Úgyhogy az összesen. Mi beszerettük volna bizonyítani azt, hogy élő zenével és hip-hoppal igenis lehet érvényesülni Magyarországon.